A Városság nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő, a település művészeti és kulturális életét meghatározó Remsei család munkásságát mutatja be az október 14-én a Városi Múzeumban megnyitott kiállítás sorozat keretében. Hölgyeim és Uraim, egy álom valósult meg, egy olyan álom, amit Remsei Flóra fogalmazott meg. Nem túlságosan régen, hiszen sajnos nem olyan túl rég volt, amikor ő elment közülünk. Az az álom, hogy az ő felmenői és utódai együttesen rendezhessenek Gödöllőn egy kiállítást azokból a művekből, amikből ők szeretnének. Aztán az ő álma az ő életében nem valósulhatott meg. Tudjuk a nagyon gyors és hirtelen távozását körünk, de talán fönn nagy szeretettel figyeli azt, hogy itt az utódok, illetve azok, akik ezzel kapcsolatosan sok segítséget nyújtottak, ezt az álmot valóra váltsák. Ugyanis az álom arra fogalmazódott meg, amikor a város 50 éves évfordulóját ünnepli, és ez az esztendő. Gödöllő a megújuló értékek városa, ez a szlogen ennek az esztendőnek. Sokszor hallották már és olvashatták önök. Mai kiállítás is egy olyan együttlét, ami ezeket a megújuló értékeket tárja elénk. Egyszerre, 5 helyszínen, amit generációkon keresztül készítettek a hozzánk közel álló, általunk szeretett Gödöllőn élő művészek. Azt hiszem, hogy talán ilyen szempontból egyedülálló is ebben a térségben, talán Magyarországon is, hogy ilyen hosszan tudnak bemutatni alkotásokat egy családhoz tartozó, egy egyenes ági leszármazotti vonalon közöttünk lévő emberek. Hiányoznak nagyon sokan a Remsei családból közülük, önök jól tudják, hiszen itt élték velünk mindennapi életüket. Az életünk részét képezték, a gödöllői történelem részét képezték, a gödöllői művészet részét képezték, de talán ezeken az alkotásokon keresztül is tovább élnek velünk, és azokon keresztül is, akik tovább örökítik ezt az alkotási hajlamot, ezt az alkotási képességet, Dávidon keresztül, a következő generáció képviselőink keresztül. A Világ felett című kiállítás sorozatot Venner Tibor művészettörténész nyitotta meg. Amiként az irodalomban, a zenében és más művészeti ágazatokban, a képzőművészetben is különös, de hosszú évszázadok óta fellelhető jelenség a művészcsaládok munkálkodása. A szülők és gyermekeik, a testvérek együttes, vagy egymás követő, szoros szálakkal és kapcsokkal összefonódó művészeti tevékenysége. Az egyetemes és a magyar művészet is szép példákkal bizonyítja ezt. A régebbi korokból hivatkozhatunk a Bellinikre, a Karácsikra, a Bröhelekre, a magyar művészet köréből a kolozsvári testvérekre, a közelebbi múltból a ferenci művész családra, jelenünkben meg példának okáért a két Szervációszra, vagy a breznai, a lelkes, vagy a csíkszentmihályi családra, vagy épp a remseiekhez nagyon szoros szálakkal fűződő szentendrei Pirk familiára. Viszont ha a több generációt felölelő, a hosszabb időszakaszokat átfogó, a korszakokat összekötő művész dinasztiákra gondolunk, akkor már sokkal kevesebb példát említhetünk. Gödöllő városa az egyik ilyen, és egyszer mint legjelentősebb modernkori magyar művész dinasztiát tudhatja magáénak. A Remsei művészcsalád egyik ágának megalapítója, az 1885-ben született Remsei Jenő György festőművész, 1909-ben kezdte meg gödöllői működését, és újabb és újabb nemzedékek felnövekvésével és munkásságok kiteljesedésével napjainkig ível ez az immár művészet történetté nemesedett egyszer, mint jelen idejű művészcsalád történet.
Sorra vehetnénk a festő Remsei Jenő György, a festő bábművész Iván, a textil, illetve kárpitművész Flóra és a grafikus művész Dávid művészpályájának legfontosabb állomásait és alkotásait, valamint munkásságok legfontosabb jellemzőit, de erre ezúttal sem tér, sem idő nem adatik meg. A várost behálózó kiállításokon bemutatott, az öt helyszínen, itt a múzeumban, a könyvtárban, a Királyi Kastélyban, a Levendula Galériában és a Gimházban közösség elé tárt alkotások, dokumentumok és rekvizitumok is, mintegy csak felvillanthatják az életművek legfontosabb produktumait, illetve a munkákat létrehozó alkotói indítékokat és szellemiséget, és mindezek tárgyi dokumentumait. Már a kezdeti meghatározásoknál is zavarban vagyunk, mert a családtagok alkotói megnevezése is problematikus. E dinasztia minden tagja több alkotóterületen dolgozó, rendkívül sokirányú és sokszínű, összetett tevékenységet kifejtő, valójában a tradicionális kategóriák szerint besorolhatatlan művész. Remsei Jenő György ugyanúgy festő, mint grafikus, és mint szőnyegszövő, és monumentális, murális művek készítőjeként is fellépett, valamint költő és drámaíró volt, folyóiratszerkesztő és kiadó, és művészetszervező, és még annyi más. Vagy Remsei Ivánra hivatkozhatunk, akinek festményeit és egyedi és sokszorosított grafikáit ugyanúgy ismerhetjük, mint verseit, és akinek szobrászati igényű báb készítői és meg annyi alkotóterületet szintetizáló bábjátékos, bábszínházi munkássága erőteljes irodalom háttérjelenséggel talán a legkiemelkedőbb a számos tevékenységforma közül, de színművészi produkció sem elhanyagolhatók. A textil, illetve kárpitművész Flóra autonóm munkái mellett az alkalmazott textil, a textil rekonstrukciók terén kifejezett tevékenységét kell kiemelnünk, amelyek kiteljesedésében épp Gödöllő kastélya volt a legjelentősebb szintér, mint erről az állandó enteriőrök mellett a most nyíló nagyszabású életmű kiállításon is megbizonyosodhatunk, de hivatkozzunk el az ő esetében is a költészetre, ugyanúgy, mint a rendkívül aktív művészetpedagógiai működésre, amelynek szép tanúsítványa egykori tanítványai munkáinak felvonultatása a kastélyban, illetve a tiszteletére készített közös, a tanítványok által szőtt kompozíció megszületése és bemutatása a gimházban. És ugyanez a komplexitás jellemzi Dávid jelen idejű, immár lassan két évtizedet felölelő munkálkodását is. A grafika, az etéren született munkáiból hallatlan, finom, érzékeny kompozíciókat tár közönség elé a Levendula Galéria tárlata, az illusztrálás, a tervező grafika mellett a térberendezés, az installáció, a különleges látványhatások megtervezése, a hagyományos és új eszközrendszerekkel, kifejezésekkel élő, újító szellemű művek létrehozása áll a fiatal művész törekvéseinek fókuszában. Vagyis egy rövid és gyors vissza- és körbepillantással számba vehetetlen, áttekinthetetlen művészeti együttessel kerülünk szembe a Remseiek művészeti birodalmában, tárgyiasult és szellemi örökségük, művészetteremtésük meg annyi ágazatot, alkotóterületet, műfajt és technikát átfogó és szintetizáló lenyűgöző gazdagságú. A Városi Múzeum Játszani címet viselő időszaki kiállítása, mely 2017. február 26-áig látogatható, a művész család négy generációjáról Remsei Flóra és családja, édesapja Iván, nagyapja Jenő és fia Dávid művészetét kívánja bemutatni, a mese, a varázslat és a hozzájuk közelebb kerülni segítő bábok világának bemutatásával. Thank you.
Remsei Dávid, a dinasztia legifjabb művésze, egy világító tengert ábrázoló fényinstallációt varázsolt a kiállításra. Tulajdonképpen itt a dédapámtól, és leginkább a nagypapámban volt ez a legerősebb, hogy egy bábszínházat szerettek volna létrehozni, és ez meg is történt. És aztán ez egy családi ügy lett, vagy vállalkozás, most így mondom. Szóval elkezdtek bábokat faragni, és létrehoztak egy kis marionett színházat. És aztán én már egy idősebb fejjel, már ugye az egyetem alatt kezdtem ezt így felfedezni, most így mondom, újra felfedezni. És nagyon megtetszett nekem is, és azt éreztem, hogy nekem is lenne ezzel dolgom, vagy valami a bábbal nekem is lesz egyszer csak valami közöm ehhez az egészhez. És én már nyilván valami más dolgot szerettem volna, vagy más dolgok érdekeltek ebben, tehát nagyon hatottak rám ezek az eredeti régi bábszínházbeli impulzusok. És aztán így egyszer csak kezdett kialakulni bennem egy olyan koncepció, ami már egy más, egy újabb anyagokon alapuló, a mai technikát is bevonó dolog, és ez pedig egy ilyen kivilágított lámpion világ, szóval ez egy, igazából ez sötétben érvényesül, sötétben játszanak a színészek, és ott ezek a fény által kivilágított figurák mozdulnak meg. És hát ez nagyon izgat mai napig, ez az egész látványvilág, hogy ezzel mit lehet kezdeni. A nagyszabású kiállításhoz a megnyitót követő hétvégén valamennyi helyszínen kísérő programok kapcsolódtak, többek között a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban, ahol Borbát Péter, Sündör és Niro című gyermekkönyvének interaktív bemutatójára került sor. A múlt esztendő végén megjelent könyv illusztrációit Remsei Dávid készítette. Szoktam mondani, hogy ez egy terített asztal, ez az egész szöveg és ez az egész mű, egy illusztrátornak, mert annyira gazdag, annyira sokrétű, ingergazdag és impulzusokkal teli, és ezt azt gondolom, hogy gyerek számára is ugyanilyen impulzusokat jelent, de a számomra is ugyanilyen impulzusokat jelentett, úgyhogy nagyon nagy élvezet volt ezt végigvinni. Hát itt nagyon sok ilyen különleges érzékterületről származó dolgot kellett olyan, úgy megjelenítem, amit nagyon, hát én nagyon át kellett írjam ezeket a dolgokat nagyon, vagy át kellett gondoljam, értem, hogyan megjeleníthető vizuálisan egy zörej, vagy egy, nem tudom, fényjelenség, vagy teljesen, hogy mondjam, soha nem látott világnak a leképezése. Úgy, hogy ez a szöveggel a szöveget erősítse, vagy visszatükrözze. Úgyhogy hát egy nehéz feladat volt egyébként az egész, tehát nagyon sokrétű a szöveg is, nagyon sok íz keveredik benne. És hát nagyon sok idő volt, tehát ez egy nagyon aprólékos, elég hosszadalmas munka volt, ráadásul a szereplők kialakítása is egy nagyon sok kört futott végig, mire kialakultak a mostani végleges forma. A város vezetői és művészeti csoportjai a Városi Múzeum mellett további 4 helyszínen megrendezett kiállítással tisztelegnek a művész család előtt. A Gödöllői Királyi Kastély emlékkiállításán az épület rekonstrukciós munkáiban kezdetektől résztvevő Remsei Flóra Kárpit művész goblenjeit, rajzait, terveit, valamint a Gödöllői Kastélyba és a budapesti palotákba készült Kárpit rekonstrukcióit láthatja a közönség 2017. március 5-éig. Valahonnan valahová címmel december 18-áig a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben látogatható Remsei Flóra és fia Dávid tárlata.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban pedig fotókon elevenedik meg a művész család élete, Remsei legendárium címmel november 8-áig. Gödöllőn a Remsei körúton található Levendula galériában Egyenes vonalon címmel december 8-áig tekinthető meg az a kiállítás, amely Remsei Jenő, Remsei Iván, Remsei Flóra és Remsei Dávid grafikáit mutatja be. Családi hagyományokról, a családi inspirációkról szólva nagyon pontos és felemelően szép gondolatokat fogalmazott meg a napjainkban is köztünk dolgozó Remsei Dávid. Szüleire, nagyszüleire utalva, dédszüleire gondolva vonta meg azt a konzekvenciát, amellyel körvonalazta a művészetteremtés indítatásainak sejtelmes titkait is. Idézem, meghatározó, intenzív hatások értek az együtt töltött évek hosszú során. Megtanultam tőlük a különböző művészeti technikákat, mesterségbeli fogásokat és az általuk közvetített életmódbeli művészetfilozófiai irányzatokat. A család belső iskolaként működött. Mindenfajta tanterv nélkül, spontán beszélgetések keretében szívhattam magamba mindezt. Ennek a körnek részesei voltak szüleim és testvérem Benjamin is. Mindannyian legfőbb kritikusai lehettünk és lettünk egymásnak. Egyedülálló és felejthetetlen volt ez a légkör, a maga kissé anakronisztikus, időn kívül helyezkedő lét és látásmódjával. A kulcsfogalmak a család, mint belső iskola, és az időn kívül helyezkedő, a művészetet éltető létezés és látásmód. Mondhatnánk, hogy ilyen egyszerű ez, és akkor a Remsei dinasztia több mint 100 éves gödöllői munkássága továbbra sem a múlt, nem lezárt fejezet, hanem előtte egy új évszázad, új távlatok, új perspektívák nyílnak meg.